Jó estét kívánok, ez a Pannon Televízió híradója. Január 22-e van Vince és Artúr névnapja. Ma van a Magyar Kultúra napja. 1989 óta ünnepeljük annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a himnusz megírását. 112 éve született Sebes Gusztáv labdarúgó edző, az Aranycsapat szövetségi kapitánya. A híradó elején nézzük a nap kiemelt híreit, először csak röviden. Ma van a Magyar Kultúra napja. Továbbra is kedvez az időjárás a vírusok terjedésének, emiatt egyre magasabb az influenza-szerű megbetegedések száma. Eltűnt egy csókai asszony. Megtartották a vajdasági magyar drámaírók versenyét az Újvidéki Színházban. Ma van a Magyar Kultúra napja, a Csantavéri Általános Iskola diákjai is csatlakoztak az Együtt Szaval a Nemzet megmozduláshoz. Ennek a lényege, hogy Kárpát-medence szerte a magyar gyerekek ugyanakkor mondják a himnuszt. Verseléstől zengett a Csantavéri Általános Iskola. Az intézmény is részt vett az Együtt Szaval a Nemzet megmozduláson. A Magyar Kultúra napján internet kapcsolat segítségével több magyarország is határon túli gyerkőc mondta el együtt a himnuszt és Tóth Krisztina Hála változat című versét. Nagyon örültem, hogy ezen a szavaláson részt bírok venni. Könnyen megtanultátok a verseket? Hogy készültetek erre a közös szavalásra, ahol más iskolákkal együtt szavaltatok? Úgy készültünk, hogy a tanítónéni feladta, hogy tanuljuk megolvasni, és ki azt mondta, hogy majd ki fogja kérdezni. Az iskola gyerkőcei nagy izgalommal készültek a közös szavalásra. Büszkeséggel töltötte el őket, hogy más kárpát-medencei gyerekekkel együtt szavalhatták el a himnuszt. Engem mindenképpen felemelez és jó érzéssel tölt el mindannyiunkat, hogy egy ilyen nagy programnak is a részesei lehettünk, és ez is csak azt tudja bizonyítani, hogy a magyarságot nem lehet határokkal szétszabdalni. Én úgy gondolom, hogy az egész iskolánk nevében mondhatom, hogy ez egy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy csatlakozhatunk ez az eseményhez. A Csantavéri Általános Iskola felsős diákjai már ismerték a himnuszt, így csak a közös szavalást kell gyakorolni. Az alsós diákok pedig hatalmas lelkesedéssel készültek a közös verselésre, mesélte Kecsenovics Szabó Dóra, az általános iskola igazgatója. Nagyon-nagyon szeretnek egyébként közösen fellépni, legyen az daléneklés, versmondás, valamiért ez a közösségi szellem, ez nagyon-nagyon beléjük ívódik és hajtja őket. A Csantavéri Hunyadi János Általános Iskola egy olyan iskola, ahol évtizedekre visszamenőleg kiválóan ápolják a magyar kultúrát és hagyományokat, ezért is esett a választás a helyi általános iskolára, hangsúlyozta Petkovics Márta, az MNT végrehajtó bizottságának tagja. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek ez egy nagyon fontos, hogy érzik azt, hogy mi itt a határon túlon is ugyanannak a közösségnek, annak a nemzetrésznek vagyunk a tagjai. És ezáltal egy kicsit erősítjük is őket, hiszen azt hiszem, hogy nincs olyan magyar általános iskolát végzett gyerek, aki ne tudná már a himnuszt, vagy a költőinknek, a legnagyobbjainak a legismertebb verseit. A Magyar Kultúra napját 1989 óta tartják január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnuszt. Híradónk végén teljes egészében megnézhetik, hogy a csantavéri diákok miként szavalták a himnuszt. A pécsi Gandhi gimnáziumban Magyarország és egyben Európa első roma nemzetiségi intézményében tartották az Együtt Szaval a Nemzet központi rendezvényét. Immáron 29. alkalommal ünneplik a Magyar Kultúra napját, amelyhez 5-5-ször kapcsolódott az Együtt Szaval a Nemzet program is. A gimnáziumban együtt mondták a diákok a himnuszt, a roma nemzetiségi iskola tanulói meghívták a város német és horvát nemzetiségi gimnáziumának fiataljait is, így idén három nemzetiségi iskola adta elő közösen Kölcsey Ferenc költeményét. Hozzájuk csatlakozott a többi anyaországi és határon túli magyar iskola is.
Továbbra is kedvez az időjárás a vírusok terjedésének, emiatt egyre magasabb az influenza-szerű megbetegedések száma Szabadkán és Magyar-Kanizsán is. A cseppfertőzéssel terjedő kórok ugrásszerű növekedése miatt látogatási tilalom van érvényben a Szabadkai Közkórházban. Az influenza elleni védekezés szempontjából fontos az immunrendszer erősítése, a fokozott C-vitamin és folyadékbevitel, a pihenés, a testmozgás és a szellőztetés. Ahogy véget ért a téli szünidő, elkezdett emelkedni az influenza-szerű megbetegedések száma a gyerekek körében is. Alapvetően a járvány minden évben decemberben kezdődik és áprilisig tart, a járvány tetőzésére általában februárban kell számítani. A kisgyerekek szervezetére fokozottan veszélyes a vírus, könnyen tüdőgyulladáshoz is vezethet, ezért ki kell feküdni az influenzát. Láz, köhögés, meg rossz kedv. És hány nap alatt múlt el? Egy hét ő neki, de a láz az egy nap volt neki. Egy hét kellett neki. Az iskolában is sokan betegek? Igen. Nagyon sok kisgyerek nem jár iskolába, óvodába. Szabadkára a szezon előtt 4,5 ezer adag influenza elleni védőoltás érkezett, ezeket beadták, már csak alig 100 adag maradt. Mégis hétről hétre emelkedik a betegek száma. Vajdaság szerte a következő hetekben várható az influenzás megbetegedések számának tetőzése. Influenza egy fertőző betegség, ami relatív gyorsan terjed, és úgy, hogy szünet volt, gyerekek nem mentek iskolába, inkább a felnőtt személyek voltak betegek. Most, mikor megkezdődött az iskola, egyre több beteg gyerek van, úgyhogy várható, hogy egyre több és több beteg gyerek lesz a jövő vagy következő hónapban. Az influenza ellen védőoltással és az immunrendszer erősítésével lehet védekezni. Fölvettem azt a védőoltást, és hát egyelőre nem volt semmilyen gondom vele. Úgyhogy... Mit eszik mondjuk ilyen C-vitamin, déli gyümölcs, káposzta? Hát inkább igen, gyümölcsöket, főleg sok almát, meg mondjuk rá narancs, meg ilyen, tehát déli gyümölcsök. Káposztát is eszek, savanyaságot, meg mindent, ami jön. Még annyira nem megyek az emberek közé, hogy... Sokat szellőztet, semmi orvosságot nem szed? Nem. Csak természetes? Igen. Hála Istennek. Igen. Sok C-vitamin, déli gyümölcs, káposzta? Ami van otthon. Úgyhogy alma, ilyesmi. Magyar-Kanizsán is egyre többen fordulnak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Egyszerű náthás tünetektől orrfolyás, tűszög és köhögés, a nagyon erős légcsőgyulladásig, ami erős köhögéssel és nagyon hosszantartó köhögéssel jár. Gennyes mandulákat is láttunk, gyulladt füleket is láttunk, tehát egy nagyon-nagyon széleskörű klinikai állapotok alakultak ki az idén. Nem csak az influenza, de a kanyaró is vészesen terjed. Szerbiában több mint 1300 beteg van, persze minden nap van több és több, de persze, ha nézzünk csak a Vajdaság területet, itt összesen 19 betegről tudunk, ami nagyon jó, éppen azért, mert nagyon sok gyerek időre felvette a kötelező MMR védőoltást. Konkrét Újvidékben van 15 beteg, Szabadkában csak egy szemét regisztráltunk, és Rumavárosban 4. A világ több országa, köztük az Egyesült Államok is, azt tanácsolta állampolgárainak, hogy a kiterjedt kanyarójárvány miatt ne utazzanak Szerbiába. A méhnyakrák európai megelőzési hetét jegyzik 2007 óta minden év január utolsó hetében. Ezzel kapcsolatban tartottak ma sajtótájékoztatót Szabadkán. Zorica Dragás, a Közegészségügyi Intézet népegészségügyi szakorvosa kiemelte, Szerbiában évente 1200 új esetet fedeznek fel, közülük 500 nő belehal a humán papilloma vírus okozta betegségbe. Az Északbácskai körzetben 2016-ban 11 nő halt meg méhnyakrákban. Évente egyszer ajánlott a szűrés a választott nőgyógyásznál, ez 80%-kal csökkenti a méhnyakrák kialakulásának kockázatát. Vera Kovácsevics szülésznőgyógyász szakorvos szerint a HP vírusnak nincsenek szimptomái, csak ha már előre haladott állapotban van a betegség,
Nebojsa Bohucki járványtani szakorvos kiemelte, a HPV elleni vakcina a vírus 9 fajtájától véd, de államilag nem támogatott és sokak számára megfizethetetlen, mert a szükséges 3 adag mintegy 300 euróba kerül. Goran Mavrák szülésznőgyógyász szakorvos azt mondta, a Szabadkai Közkórházban sikeresen kezelhetik a méhnyakrákot, ha időben észreveszik a bajt. Ako već dođe do obolevanja, to se znači mikroinvazivni mizin karcinom, jako je bitno da to se otkrije na vrijeme, da pacijent dođe dok je još operabilan i da se poštedi od svih daljih eventualno terapija koje su potrebne i neophodne, a to su znači uglavnom zračna terapija, to je već u dogovoru sa onkolozima i uz konsultacije sa Sremskom Kamenicom. Alekszandar Vučić, Szerbia államfője koszovói látogatása után azt mondta, hogy nem volt könnyű és kellemes az ott tartózkodás, de elégedett és rendkívül fontos lépésnek ítélte a szerb nép érdekében. A köztársasági elnök kijelentette, hogy az ottani szerbeknek azt szerette volna mondani, hogy a saját földjükön kell maradniuk. Egy nyílt és őszinte beszélgetést folytattam a szerb lakossággal. Hallani akartam, mik azok a mindennapi problémák, amelyekkel küzdenek, és hogy hol tudunk segíteni, mondta az államfő. Egy perces néma csenddel kezdte mai ülését a koszovói kormány Oliver Ivanović megölt szerb politikusra emlékezve. A pristinai kormány egyébként ma jelentette be, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák a nyomozás első eredményeit Ivanović meggyilkolásáról. A Szabadság Demokrácia Igazság elnevezésű polgári kezdeményezés vezetőjét múlt héten Észak-Mitrovicában lőtték le párt irodája előtt. A tetteseket keresik. A politikus csütörtökön Belgrádban helyezték örök nyugalomra. A Koszovszka Mitrovicai ügyészség bejelentette, hogy együttműködik a belgrádival, vagyis átadják az Oliver Ivanović megölésével kapcsolatos adatokat. A koszovói igazságügyi minisztérium Szerbiának eljuttatott indoklása szerint ennek célja, hogy mihamarabb feltárják az elkövető, illetve elkövetők kilétét. A pristinai minisztérium válaszát az Eulex-en keresztül juttatták el Belgrádnak. Szerbia rengeteg tehetséggel rendelkezik, és sok olyan ember él itt, akikben nagy lehetőségek rejtőznek, mondta Ana Brnabić, szerb miniszterelnök a Digital Life Design nevű konferencián Münchenben. Hozzátette, a kreatív és digitális iparágak lehetnek Szerbia gazdasági húzó erői. Ana Brnabić hangsúlyozta, hogy az állam kedvező légkört akar létrehozni az informatika gyorsabb fejlődése érdekében. A miniszterelnök tegnap találkozott a Continental és a Siemens igazgatójával is. Ellentámadásba lendültek a kurdok Afrin térségében. Ma visszaszerezték azoknak a területeknek a nagy részét, amelyeket előző nap török katonák, illetve azok szíriai szövetségesei foglaltak el tőlük a török határ közelében, közölték kurd tisztségviselők. A különleges katonai műveletben kurd fegyveresek a törökök 6 szövetséges harcosával végeztek. Törökország a hétvégén offenzívát indított Afrin körzetében a Szíriai Demokratikus Erők nevű katonai koalíció és a benne résztvevő népvédelmi egységek nevű kurd milícia ellen. A török szárazföldi csapatok oldalán harcolnak az Ankarával szövetséges mérsékelt ellenzéki szabad szíriai hadsereg fegyveresei is. A NATO hétfői közleményében kiemelte, Ankarának joga van az önvédelemhez, de ezt arányos és kimért módon kell alkalmaznia. Az amerikai külügyminiszter aggodalmának adott hangot a szíriai kurd erők ellenkezdett török hadműveletek miatt. Rex Tillerson a szíriai török beavatkozásról azt mondta, az Egyesült Államok helyi partnerek koalíciójával, köztük kurd vezetésű erőkkel válvetve lép fel az Iszlám Állam nevű terror szervezet ellen Szíriában, és ezért tartja aggályosnak az észak-szíriai kurd erők elleni török hadműveleteket. Ezt az amerikai külügyminiszter a londoni sajtótájékoztatásában mondta, miután több kérdésről egyeztetett Theresa May brit miniszterelnökkel és Boris Johnson külügyminiszterrel.
A palesztin állam mihamarabbi elismerésére szólította fel az Európai Uniót és tagállamait Mahmoud Abbas palesztin elnök hétfőn Brüsszelben. Véleménye szerint nincs ellentmondás az államiság elismerése és az Izrael-palesztin béketárgyalások felújítása között. A palesztin elnök kétoldalú megbeszélést folytatott Federica Mogherinivel, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével, majd részt vett az uniós tagországok külügyminisztériumában. Tanácsülésén. Még a közös találkozót megelőzően Mogherini kijelentette, az EU álláspontja változatlan. Eszerint kizárólag a két állami megoldás, Jeruzsálem megosztott fővárosi státusza vezethet el a konfliktus rendezéséhez. Dulakodás tört ki ma délután az izraeli parlamentben. Az arab képviselők akkor kezdtek tiltakozni, amikor az amerikai alelnök közel-keleti látogatásán felszólalt Knessetben. Mike Pence elmondta, Jeruzsálem Izrael fővárosa, épp ezért Trump elnök arra utasította a külügyminisztériumot, hogy kezdje meg az amerikai nagykövetség Tel Avivból Jeruzsálembe történi átköltöztetésének előkészületeit. Az arab parlamenti képviselők közül ekkor többen feliratot emeltek a magasba, Jeruzsálem Palesztina fővárosa. Mike Pence mosollyal reagált a parlamenti ülésteremben zajló demonstrációra, illetve a dulakodásra, ahogy a kipát viselő zsidó képviselők próbálták legyűrni a transzparenseket és a feliratokat magasba emelő képviselőtársaikat. A Jordán megszállás alatt álló Kelet-Jeruzsálemet 1967-ben foglalta el Izrael. A világ legtöbb országa nem ismeri el izraeli fővárosát. Városnak a keresztények, muzulmánok és zsidók szent városát. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Megkezdődött a 17. Tordai Művelődési Napok rendezvény sorozata. Ma van Vince napja. Tegnap Csókán a korahajnali órákban nyoma veszett halász lánykori nevén Gyüre Ilonának. A rendőrség és a család azóta is keresi a 60 éves betegségekkel küzdő asszonyt. Már nagyon várják haza a hozzátartozói halász Ilonát, a vasárnap eltűnt csókai asszonyt. A hajnali órákban tudatosan mehetett el otthonról, mivel búcsúlevelet is hagyott fiának és férjének. Az írást a rendőrség az ügy lezártáig lefoglalta. Tegnap vasárnap hajnalban 4 óra felé vettük észre, hogy néhány ruhába, kabát, nagy kabátba, sapkába, téli csizmába eltűnt itthonról. Ezt követően mi 7 óra környékén vettük észre, hogy nem tartózkodik itthon. Adott nekünk egy búcsúlevelet, amiben nagyon sajnálja, hogy tudja, hogy rosszat csinál, de mégis meg muszáj csinálnia, nem akar bennünket ilyen rossz helyzetbe hozni. Az asszony a napokban érkezett haza a kórházból. Több betegségben is szenved, dokumentumokat és gyógyszereket nem vitt magával. Ezért zavartnak tűnhet. 45 kiló, 160 cm, kék szövetkabátban, rövid szárú csizmában és egy piros kötött sapkában tűnt el. A hozzátartozói folyamatosan keresik a környéken az eltűnt asszonyt. A bejelentés alapján a rendőrök a főbb csomópontokon, vagyis a regionális utakon megpróbálják keresni, ellenőrizni a leírtakhoz hasonló személyeket. Én pedig megpróbálom magam, amennyire csak bírom, a határba gyalogosan, messzelátóval, hát ha valamit látok, mivel hogy mink a határa néző részt átnéztük tegnap gyalogosan, amennyire csak bírtuk apuval, arra nem tanáltunk semmit. A mai nap folyamán megpróbálunk arra Tisza környékén szétnézni, hát ha arra valamit észreveszünk. A család és a rendőrség továbbra is keresi az eltűnt asszonyt. Aki tud valamit az illető hollétéről, az a 063 86 66 293-os telefonszámon jelentkezhet. Az elérhetőség a pannonrtv.com oldalon is megtalálható.
Megtartották a Vajdasági Magyar Drámaírók versenyét az Újvidéki Színházban. A szerzőknek a Festmény és Faléóra a buszon cím alapján kellett drámát írniuk, az előadásokat pedig ez alkalommal is egy nap alatt kellett színpadra állítani. A versenyen Olá Tamás, Csík Mónika és Toma Viktória voltak a drámaírók. Káló Béla, Döbrei Dénes és Szárdár Tagirovszki pedig rendezőként mérték össze tudásukat. A zsűri döntése alapján a legjobb drámaírónak Olá Tamás teátrológus bizonyult, aki egy több helyszínen játszódó és több történetből álló drámát írt. Viszonylag nagy számú volt a színész csapat, akire írni kellett a drámát, úgyhogy mindig nagyon nehéz. A karakterek számával növekszik a szövegnek az összetettsége, a szövegírásnak az összetettsége. A második helyezett Toma Viktória a Pannon RTV munkatársa lett, akinek drámája a falusi élet és az elvándorlás körüli kihívásokra fókuszált. Összefonom mindig a saját tapasztalataimat, azt, amit én látok, az embereket, akiket én ismerek, összevegyítem olyan emberekkel, akikhez egyébként a valós életükben semmi közük sincs, szóval hát ez így jön létre egy alkotás. Toma Viktória szövegét Káló Béla vitte színpadra. A darab elnyerte a legjobb előadásnak, valamint a legjobb női főszereplőnek és a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat is, amelyeket László Judit és Huszta Dániel, az Újvidéki Színház színészei vehettek át. Egy olyan szövegtestet kaptunk, amit egy nap alatt hát igen komoly akadályokkal tudtak volna a színészek megugrani, és ezért a habokat egy picit letisztítottuk. Idén először a közönség is voksolhatott a szerintük legjobban sikerült előadásra. Szavazataik alapján ezt az elismerést a Csík Mónika által megírt és Döbrei Dénes rendező által színpadra állított darab érdemelte ki, amely főként a bezártságot és a lét kérdéseit elemezte. Emellett a legjobb férfi főszereplő és a legjobb női mellékszereplő is ebből a drámából került ki. Az elismeréseket Pongó Gábor és Banka Lívia, az Újvidéki Színház színészei vehették át. Igazából ennél a drámánál is ez volt a vezérelvem, hogy valamiféle bezártsági állapotot vizsgáljak, és arra voltam kíváncsi, hogy ezek a karakterek, akik véletlenszerűen kerültek ugyanabba a szituációba, hogyan viszonyulnak egymáshoz. A Magyar Nemzeti Tanács és az Újvidék Városa által is támogatott verseny egy elengedhetetlen alkalom a vajdasági fiatal színházművészek számára, hogy együtt alkossanak. A Vajdasági Magyar Drámaírók versenyének, tehát maga létrejötte, ez egy nagyon komoly érték, és a másik, vagy a második nagyon komoly értéke ennek a találkozónknak, ugye az, hogy már 17 éve tulajdonképpen megvan. Tehát valami megszületett, megmaradt, és tovább fejlődött. A rendezvényen hagyományosan kiosztották az Újvidéki Színház 2016-17-es évadára vonatkozó legjobb színészeinek járó díjakat is. A közönség szavazatok alapján ezeket az elismeréseket a legjobb női szereplők kategóriájában Elo Remina és László Judit, a legjobb férfi kategóriában pedig Mészáros Árpád és Sirmer Zoltán vehették át. Színvonalas műsorral teltház előtt kezdődött meg a 17. Tordai Művelődési Napok rendezvény sorozat, melyet Nyilas Mihály a tartományi kormány alelnöke nyitott meg. A Magyar Kultúra Napjának előestéjén megtartott megnyitó vendégei között volt Cikajló Gergely, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja is. A Tordai Művelődési Napok rendezvény sorozat vasárnap esti megnyitó műsorának egyik legszebb jelenete volt, amikor a helybeli Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 96 néptáncosa együtt lépett színpadra. Ez nekünk nem csak hogy kincs, mint ami a tánccsoportnak is a neve, hanem a Jóisten áldása is. És hát reméljük, hogy így is fog maradni, hogy annak ellenére, hogy a falunk fogy, és nagyon sokan elvándorolnak, azért gyerek még van, és nem elég az, hogy ugye van, hanem hogy itt vannak, és járnak táncra, szeretik a néphagyományt. A néptáncosok most is a Juhász zenekar kísérete mellett léptek fel. Öröm ezeknek a gyerekeknek muzsikálni, mert annyira érzik a zenét, annyira tudják, hogy merre van az egy, mikor kell lépni, mikor kell énekelni, mikor kell belekezdeni, hogy nagyon ritkaság számba megy itt Vajdaságban, de szerintem még Magyarországon is.
Nyilas Mihály megnyitó beszédében hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy egy kis közösség, mint amilyen Torda is, igyekszik megőrizni az ősei hagyományát, közben pedig bemutatkozási lehetőségeket kínál a környékbeli műkedvelőknek is. Egy kis közösség bebizonyította azt, hogy képes ilyen rendezvényt megszervezni folytatólagosan, hosszú időn keresztül, és őrzi mindazt, amit szükséges őriznünk a megmaradásunkhoz itt a Vajdaságban. A rendezvénynek közösség megtartó ereje van, évről évre megmutatja, hogy van rá igény. Még mindig van annyi erő, kitartás a tordaiakban, a szervezőkben, hogy évről évre tehát színvonalas műsorokat csinálnak, csinálunk, és ami nagyon fontos az, hogy a közönség is tehát velünk van, kitart mellettünk, és ezért érdemes ezt nem csak 17 alkalommal, hanem remélem még nagyon sok más alkalommal is csinálni. A következő két hónapban Tordán lesznek színelőadások, könyvbemutatók, néptáncestek. A rendezvény sorozat március 10-én a magyarországi Bihar Torda, az erdélyi Aranyos Torda és a Bánáti Torda műkedvelőinek a közös estével zárul. Vasárnap este közösen imádkoztak a katolikus, az evangélikus és a református hívek Szabadkán, a kertvárosi plébánián megtartott hagyományos ökumenikus zsolozsmán Dragan Stokin pravoszláv pap személyében az ortodox egyház is képviseltette magát. Az ökumenikus nemzetközi imahét a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amelyet évről évre január 18-a és 25-e között tartanak meg. A jedinstvo hrišćana je i bilo i ostalo i uvek će biti veoma važno, ali ne u smislu institucionalnog jedinstva, ne u smislu nekog našeg ljudskog aktivizma ili ne znam ni ja nečega što se temelji na ljudskoj sili, jer sad ćemo mi lepo da uredimo svet, pa lepo uredimo odnose tako dalje. Dakle, ne u tom smislu, nego da se zaista svi sjedinimo u Hristu, on je temelj postojanja, on je smisao postojanja. Hristos je ljubav, Hristos je istina, Hristos je smisao. A zsolozsma idején Szent Pál apostol megtérését ünneplik az összegyűlt felekezetek képviselői. Megpróbálunk közösen imádkozni, esetleg kérvén az Úr bocsánatát azért a botrányért, hogy szétszakadva él az egyház. A zsolozsma olyan imamód, amely az őskeresztény időszakra vezethető vissza, ezért minden keresztény felekezet a sajátjának érezheti ezt az imádságot. A közösség, tehát a közösségnek erejével imádkozunk, és valahogy a közösség imádsága talán erősebb, a közösségét is egyé kovácsolja a Jézus Krisztusban. Harangozó László, református lelkész először vett részt a szabadkai közös zsolozsmán. Különbözőségben az egység valójában pont arról szól, hogy egy Urunk van, egy Krisztusunk van, más megközelítésből jövünk hozzá, de fontos, hogy azt tudjuk, hogy egy az alapunk, a Krisztus. A vasárnap megtartott közös zsolozsmázás célja elsősorban az volt, hogy a hívek és a felekezetek képviselői túllépjenek a különbségeken, és közösségi élményben lehessen részük, vallási hovatartozásuktól függetlenül. Vincenapi vesszővágást és bálványprés avatást tartott a Dibónisz borászat. A vendégek a csodájára járhattak a közel 200 éves gépnek, és ízletes ételeket és italokat is kóstolhattak. Vincenapja a borászok számára nagyon fontos dátum, ugyanis a hiedelem szerint ezen a napon derül ki, hogy milyen termésre számíthatnak az adott évben. Ekkor végzik el a szőlészek a termésbeslő meccést. Jelenleg jelen pillanatban a helyzet a következő, hogy itt vagyunk egy olyan szőlőbe, ami tavaly elég szépen meg lett tőrözve, tehát a vesszők szépen, gyönyörű szépen beértek, eddig fagykár nem volt, mivel nem is volt nagyon nagy hideg. A vesszővágáson az Arena Zabat Kiensis borlovagrend is részt vett. Elvileg gyakorlatilag azt tartották, hogy ezen a napon a természet megmutassa, hogy milyen lesz a bor abban az évben, ugye milyen lesz az a termés, és ad egy valami jelt arra, hogy mit lehet várni.
a szőlőtől mit lehet várni, milyen bor lehet abban az évben. Az ünnepségen felavatták azt a 19. században készült bárványprést is, amely a Dunakanyarból érkezett a borászathoz. Az itt látható prés forradalmasította a borkészítést, ugyanis a taposást felváltotta, és így könnyebben ki tudták nyerni az értékes nedőt a szőlőszemekbe. Ez a közel 200 éves építmény most itt foglalta el helyét Radonovácon, hogy égkövét képezze a szőlészetnek. A prést Baranyi László ajándékozta a Dipónisz borászatnak. Ezt a prést az édesanyámtól örököltük, öcsémmel. A prés 5 generációs vad előtti nagyszülőktől származik. A prést Niebuhr Henrik rendelte meg 1822-ben egy nagymarosi préskészítőtől. A prés azóta a család tulajdonában van, és 4 generáción át működött. Közel 150 évig folyamatosan használta a család. Bóni László nagybecsben tartja az értékes darabot, és büszke arra, hogy a több száz éves prés tulajdonosa lehet. Majdnem 2 évig kerestem a helyét gyakorlatilag, hogy egy olyan helyen legyen, ahol attraktív, látható, köze van a tevékenységünkhez, a szőlőhez, a borhoz, és hát végül itt találtam neki egy helyet, itt egy tisztáson valójában. A népi mondás szerint, ha csordul vince, megtelik a pince. Ilyenkor a szőlőkertek szélét szentelt borral vagy szentelt vízzel öntözték meg. Emellett ezen a napon a gazdáknak sok bort kellett inniuk, hogy bő termés legyen. Dudás Károly író, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség tiszteletbeli elnöke kapta idén a Fábri Zoltán díjat, amelyet a felvidéki Galántán a Csemadok Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Magyar Kultúra Napi Központi Ünnepségén vehetett át. Fábri Zoltán a Csemadok örökös díszelnöke 1970. május 31-én halt meg. 2018-tól fogva a Fábri Zoltán díjat a Magyarság Kárpát-medencei összefogásáért dolgozó nem szlovákiai személy kaphatja. A díj egy plakettből és a díjról tanúskodó oklevélből áll. Dudás Károlyt Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke méltatta, aki társadalmi és politikai szerepvállalását és írói, valamint újságírói munkásságát ismertette az átadón. Molnár Edvárd fotóriporter, a Pannon Televízió operatőre nyerte meg az első díjat fotóriport kategóriában a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Brossai 2016 című pályázatán. A beküldött pályaműveknek 2016-ban kellett készülniük. A díját adóta Párciumi Nagyvárad Vármúzeumában tartották a hétvégén. Hír, eseményfotó, fotóriport, portré, szociófotó és sportfotó kategóriában díjazták a magyarországi, illetve külhoni pályázókat. Molnár Edvárd fotóriporter, a Pannon Televízió operatőre a 2016-os Durindón és Gyöngyös-Pokrétán készített sorozatával érdemelte ki az első díjat fotóriport kategóriában. A Szatmári Pap Károly ezüst pakettet is ő kapta az összes beküldött pályaműve alapján. Általában kiszemelek egy-két embert, vagy úgy a tömegből kiszemelek, és akkor próbálom vadászni, aztán egy másikat, vagy úgy van, és akkor arra koncentrálok, szóval így. Vagy ha közben, ahogy én is elvegyülök a tömegbe, és észreveszek valakit, vagy valami érdekes jelenetet, akkor azt lefotózom. Szóval úgy én is így átadom magam az egész eseménynek, hangulatnak, és akkor aztán ez így, ami sikerül belőle, ami jön. A Brassai 2016 díjat és a szociófotó első díját a Magyarországon élő, de erdélyi származású Kerekes Istvánnak ítélte oda a háromtagú zsűri. Egy romániai roma család meghökkentő mindennapjaiban nyerhettünk betekintést. Kőkemény, mély szegénységben élő családról van szó, és az ott készült jelenet. Nem tudom, hogy miért, de hihetetlenül vonz engem ez a téma, hogy bemutathassam a fotóimon keresztül, hogy ugye unióban élünk, és a mai világban is milyen kegyetlen és nehéz sorsú emberekkel lehet találkozni. Szöllősi Mátyás 10 éve foglalkozik fotózással, 6 éve ebből is él. Pásztorokat, juhászokat bemutató portréival nyert a pályázaton. A fényképezés mellett egy másik szenvedélyének is hódol.
Budapesten dolgozom, van is egy portrésorozatom, ahol a város arcait fotózom, és ehhez interjúkat is készítek. Ugye ez abból fakad, hogy nem csak fotózással, hanem írással is foglalkozom. A brassai 2016 pályázatra mintegy 1000 fotó érkezett. A verseny célja, hogy a fotóriporteri szakma jelentőségére hívják fel a figyelmet. Az ugyanis egyre jobban háttérbe szorul, mondta Szűcs László szervező. Anyagi okokból nagyon sok napi, heti lapnál a külön fotóriportert az a helyettesítik, hogy az újságírók fotózgassanak. Néha még ez fordítva is igaz, mert ismerek olyan szerkesztőséget, ahol meg a fotóriportert vették rá, hogy írjon is, nem feltétlenül saját kezdeményezésére. Ez azért ellentmondás, mert miközben arról beszélünk, hogy a digitális világban, amikor a nyomdatechnikák is jobbak, a felszerelések is jobbak, tehát nagyon jó minőségű színes fotókat lehetünk képesek előállítani, akkor a lapokban nem feltétlenül tükröződik ez a színvonalban. A legjobb munkákat egy vándorkiállításon mutatják be. A nagyváradi kiállítás és a díjátadó a Magyar Kultúra Napi rendezvény részét képezte. Az előrejelzések szerint erősen felhős időre számíthatunk holnap Vajdaság területén. Egyes becslések szerint akár kisebb húszálingózás is előfordulhat. A hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul majd térségünkben. Szerbia déli pontjain havazás várható. Hasonló időjárásra kell készülni szerdán is. Változóan felhős párás, néhol tartósabban ködös lesz az idő. Kikapott a szerb férfi kézilabda válogatott a francia csapattól a Zágrábban zajló Európa-bajnokságon. Franciaország játékosai összesen 39 alkalommal találtak be a hálóba. Ez a szerbeknek csak 30-szor sikerült. A kézilabda Európa-bajnokság utolsó meccsét szerdán délután 4 órakor játssza Szerbia Fehér Oroszország ellen. Kiesett Novák Djokovic szerb teniszező az Australian Openről, így nem sikerült tovább jutni a negyed döntőbe. 6 hónapos kihagyás után Djokovic az első 3 meccset győzelemmel ünnepelte, azonban Szerbia legjobb teniszezője karrierjének 950. mérkőzésén vereséggel távozik az Australian Openről. Koreai ellenfele Hyun Chung 7-6, 7-5, 7-6 arányban győzedelmeskedett felette. Letette az esküt hétfőn a február 9-én kezdődő Pyeongchangi téli olimpiára és a március 9-én rajtoló téli paralimpiára utazó magyar csapat. Az eskü szövegét Engé Klára volt műkorcsolyázó mondta el az ünnepségen, amelyen részt vett Áder János köztársasági elnök is. A magyar államfő köszöntőjében arra emlékeztette a versenyzőket, hogy elődeik mennyivel nehezebb körülmények között készültek fel az olimpiára. A politikus kiemelte, hogy hosszú idő után először utazhat komoly érmes reményekkel téli játékokra a magyar küldöttség. Bízunk benne, hogy az elmúlt időkben dicső eredményeket elérő rövidpályás gyorskorcsolyázóink révén idén nem csak élményekben gazdagodunk, de érmekben is megfiatalodhatunk, fogalmazott Áder János. Szabó Tünde magyar sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a kimagasló eredményekért meg kell küzdeni. Hozzátette, a legfontosabb lecke, amit a sport megtanít, hogy higgyünk önmagunkban. A magyar csapatot szinte biztosan ugyanúgy 16 fő alkotja majd, mint 4 éve Szocsiban, bár a síző kvótája ezen a héten válik majd hivatalossá. Ahogy a híradónkban már elhangzott, a csontavéri Hunyadi János általános iskola is részt vett az Együtt szaval a nemzet megmozduláson. Nézzük, hogyan mondták el a diákok a himnuszt.
A híradó végéhez értünk, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Ma van a Magyar Kultúra napja. Továbbra is kedvez az időjárás a vírusok terjedésének, emiatt egyre magasabb az influenza-szerű megbetegedések száma. Eltűnt egy csókai asszony. Megtartották a vajdasági magyar drámaírók versenyét az Újvidéki Színházban. Köszönöm figyelmüket, a pannonrtv.com-on még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Most következik a Katszvane Dán, mire megvirra című szerb-francia-macedón filmdráma magyar felirattal a Pannon televízió műsorán. Holnap a Pannon Presszóban szó lesz arról, hogy miként alakíthatjuk át a lakásunkat 2018-ban. A Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában arról is beszélnek, hogy már csak két alkalommal igényelhetik a babaholmi utánjáró ápolást. A visszatérítést a szülők Szerbiában. Júliustól ezt egy egyszeri támogatás váltja fel. Tartsanak velünk a továbbiakban is, szép estét kívánok, viszontlátásra!